mi olyan vicces a kamaszbúbánatban. 12 éves vagy, mikor már frankon azt mondják rá, hogy kiskamasz, az a legtutibb időszak, mert már dörzsölt vagy, rafkós vagy, már ki tudod játszani a szüleidet is, de még nem zavarnak össze azok az érzések, amik aztán egyszer csak kamaszként így vum, megérkeznek. A szüleid, akiket eddig a hőseidnek tartottál, egyszer csak úgy utálod őket, mint a szart. És magadat is nagyon utálod, nagyon elcseszettnek érzed magad, és az is vagy. Ugye, de van valaki, aki előveszi a 15 éves kori fotóit, és ránéz, és azt mondja, hogy ez az életem legjobb korszaka, ahol furunkulusokkal a homlokomon, feketére festett szája, a patkánnyal a vállamon. De kár, hogy elmúlt. Örülsz, hogy túl vagy rajta. Fiúként elkezdesz mutálni, én azt már el is felejtettem, milyen vicces, mikor odajött hozzám múltkor egy srác, hogy hello! Kérhetek egy autogramot? Na, mondom, kérdezed, vagy mondod? Ugye, hogy lakik a torkodban egy mókus, amelyik megpróbál Darth Vader hangon beszélni. És az angol úgy mondja, my son is changing voice. A fiam hangot változtat. Mintha te dönthetnéd el, hogy miről, mire. Közben végig ez jár a fejedből. Teljesen mindegy, hogy milyen lesz a vége. Csak ne ez maradjon. Lányként még rosszabb. Úgy kezdesz el sminkelni, hogy nem tudsz. Mi meg látjuk reggel a buszon ennek az eredményét. És megnyúlnak a végtagjaid, vágod a pofákat, semmi se jó. Unokahúgaim most nőtték ki a kamaszkort, hála a jó Istennek, úgy leépítették az önbizalmamat. Ők voltak kamaszok, és nekem nem maradt önbizalma. Az összes ilyen családi összejövetel úgy zajlott, ültünk ott nálunk, mert ott fértünk el, én ott sziporkáztam. Én azért tudok sziporkázni, nem? Hát rám emberek jegyet vesznek. Ezek meg ott ültek az én nappalimban, ingyen. És bármit mondtam neki. Ha. Tényleg nagyon vicces. Ne pimaszkodj, megmondd a kapádnak. Ő is nagyon vicces. Úristen, te gyászalad. Hála jó Istennek, hogy kinőtték. Borzasztó, lányként gyűlölöd a testedet. Túl vastag lett a combom, de nem nőtt meg a mellem, nem baj. Befestem a hajam pirosra. Így fejezem ki, hogy mekkora egyéniség vagyok. Csabi, te hogy fogod kifejezni? Én veszek egy Mortens bakancsot. Ez jó. Csak ne szólalj meg. Mert ugye, fiúk, egy darabig elviszi a lányoknál a műsort az, hogy magas vagy, vagy jó a friszkód, vagy menő a szerkód, vagy te vagy az a hallgatag srác, ugye? Nem véletlenül. De egy idő múlva meg kell szólalni, és azok az őszinteség pillanatai, el kell kérni a csaj számát. Oda ballagsz a kis kiszemelthez. Még ez vicces, mikor ezt kopaszon csinálják, tudom. Reflexek nem múlnak. Hello! Ott dőborul minden, kész. Ráadásul én csóró kamasz voltam, én nem tudtam ilyenekkel kifejezni az egyéniségemet, hogy menő a szerkom, vagy jó a frizum, vagy magas vagyok. Nem volt rá pénzem. Most sincs. Nekem olcsó megoldásokban kellett gondolkodnom. Például volt 2 hét, amikor gimibe hátizsák helyett vödörrel jártam. Mekkora arc vagyok már. Ez a klasszik ovális diszperzites vödör. Tornazsák, matek füze. Vágtak kezem, mint a rossz. Ön alternatív. Aztán, ahogy fogytak a barátaim, újra visszajött a hátizsák. És az a baj, hogy beszóltak vissza, se tudtam szólni. Mi a vödrös köcsök? Anyád a köcsök? Vendégünk van Dorkával. Szervusz, Dorka. Szervusz, András. A vendégünk pedig nem más, mint Rozgonyi Attila, pszichopedagógus. Remélem, szervusz. Hogy jól mondtam. Pszichopegazus. Az is. És unikornis, a kamaszlelkek nagy ismerője, aki nagyon sokáig dolgozott a gyermekvédelemben, most pedig saját praxisát építi nevelési tanácsadással, addiktológiai tanácsadással, és mi mindennel még, Attila? Hát szülőkonzultáció, segítőbeszélgetés, tantárgyi fejlesztés, tanulás technikai fejlesztés,
elhangzott, hogy egyszer is mindenkorra vége a gondtalan gyerekkornak, és hirtelen belecsapunk a kamaszkorba, és szembesülünk az élet nagy dolgaival. Tényleg ennyire visszavonhatatlan és visszafordíthatatlan megváltozik minden. Ennek a kamaszok tisztában vannak az ereje, vagy csak szép lassan belecsúsznak? Hát nem egyik napra a másikra, hanem ez egy folyamat, és visszafordíthatatlan, igen, mert élettani dolgok történnek, például a fiúk esetében a tesztoszteron, a hormon háztartásuk 18-szorosára nő, ezekben az években a lányoknak 8-szorosára. Tehát az idegrendszeri változás is van, és ez egy hosszú, fájdalmas folyamat mindenkinek. Tehát a családnak. Hát köszönöm szépen, tényleg. És a kamasznak, és a tanárnak. És a tanárnak, és erre nem lehet felkészülni. Tehát, hogy ha valaki szülő, és volt már egy kamasz gyereke, akivel túlélte ezeket a drámai éveket, akkor nehogy azt gondolja bárki, hogy felkészült a következő időszakra, mert nagyon másképp történik, történhet, és igen, ez egy drámai fordulat. Az jutott ezen, hogy milyen jó lenne azt csinálni, hogy minden családban lenne egy kamera, egy ilyen örök kamera a gyerek születésétől kezdve egészen addig, amíg ki nem repül. Nem tudom, van-e ilyen hosszú memóriakártya egy kamerában, de hogy azt nézni, néha közösen visszanézni a gyerekkel, hogy ő hogy reagál, vagy a szülő hogy reagál, és mi nagyon sokszor gondolkoztunk azon otthon, hogy néha így fölvenni a gyereket, amikor éppen megy ez a nagyon erős hiszti, és utána egyszer volt ilyen, és visszajátszottuk, és mondta, hogy hát ez nem ő, ez nem ő. De akkor utána már máshogy kezdett el hisztizni. Igen? Igen, mert hogy éreztem. Ja, hogy máshogy kezdett el hisztizni. Igen, nem volt már annyi színjáték a történetben, tehát nem kapta meg sem a Jászai Mari díjat, semmit nem kapott meg, úgyhogy... Akkor ez is egy módszer. Igen. Ez körülbelül az, amikor én vitatkozom a Vasmegyei rendőrkapitánysággal, de biztos nem én mentem 120-szal a 70-es táblán el, és megmutatják a felvételt. Akkor visszavedlek. Egyébként én most érzem közeledni ezt az állapotot, mert a nagyobbik fiam 12 éves lett. Igen. És még a kamaszkor lelki része nincs, de bizonyos szag így előre van küldve előőrsként. Tehát ilyen foci csapat szaga lett a gyereknek, és minden szülőt figyelmeztetek, hogyha a gyerekének ilyen tornatermi öltöző szaga lesz egyszer csak, ez azt jelenti, hogy nagyon hamar nagyon sós változások lesznek, ez annak a szaga, hogy le lesztek szarva egy fél év múlva. Tehát, igen, ez abszolút így van. Én csak annyival egészíteném ki ezt a gondolatot, hogy már elkezdődött, tehát nem csak a szagban, csak nem látszik. Csak ugye nem látszik. A kamaszkornak az egyik nagy energia befektetés, hogy ne látszódjon. És ez már elindult. Tehát, hogy 12 évesen elkezdenek jobban nyitottak lenni a világra, az emberekre, a szüleikre, kezdik másképpen látni a dolgokat, de még nem tudják megosztani. Uh-huh. És ilyenkor erősödnek meg a baráti kapcsolatok, mert ővelük meg tudják már beszélni. Tehát, hogy ugyanazok a problémák foglalkoztatják őket, és ugyanazt a nyelvet beszélik, és a szülők már kezdenek kicsúszni ebből a bizalmi körből, és akkor ott kezdenek a drámák, mert elkezdik érezni a szülők is, és nem értik, hogy most esetleg hogy mi történt? Hogy én lehet, hogy azt mondtad az előbb, hogy megpróbálnak kicsit láthatatlanok lenni, vagy így, nem is kicsit, de persze. Én már értem, hogy ezért vettem föl fekete ruhát, depes módos ruhát gyerekkoromban, hogy ne látszódjak annyira. Persze, abszolút. Hát hogy a szüleidnek ne látszódjál? Igen, igen. Igen, de a társaknak meg igen. Igen, vagy kiúros, vagy bármi olyan, ami... Tökéletes, igen, mert ez ilyen világvége halál. Igen, igen. Igen, és igen. Itt van ez a rettenetes nyomorult hangulat. Ez pusztító. Igen, ez a búval baszottság. Igen. Azt olvastam, hogy a kamasz gyereknek föl a családja körében tízszer annyi negatív gondolata van, mint mondjuk a barátai körében, vagy bármilyen más állapotban. Ja. Te pedig szülőként nyilván csak a család körében látod a gyerekedet, tehát csak azt tudod, hogy vele ilyen, és ezt nehéz elképzelni, hogy máshol tízszer kevésbé ilyen. Igen, mert ugye egyre többet kezdenek el látni a világból belőlünk, a felnőttekből, a szülőkből, a társadalomból, és akkor elkezdődik ez a folyamat, de nincs meg még az élettapasztalatuk, hogy ezeket hogyan kezeljék. Nincs meg még a tapasztalat, hogy hogyan tegyék el. És ezért válnak fontossá kortársak, mert ezt meg tudják beszélni. Csak azt is, hogy hát
hogy ez mi ez, mi történik, hát láttad, hogy nem tudom én, te se érted, és akkor de a szülőket nem lehet ebbe bevonni. És ezt tudom, hogy drámai, tehát hogy a szülőknek is ezt megtapasztalni, hogy hova lett a, nem tudom, 4 éves kisfiam, akit vittem az oviba, és átöltöztettem, és puszival küldtem a csoportba, és akkor közben meg... Uh-huh. De finom illatos gyerek, csak hogy azt is olvastam, hogy nem csak a kamasznak kezd testszaga lenni, hanem a kamasz is elkezdi kellemetlen szagúnak érezni a saját anyját. Ami állítólag a leválást segíti. Egyébként oda-vissza ez a kamasz is a leválást segíti a szülő részéről. Másfelől pedig evolúciósan az a haszna, hogy a belterjességet elkerüli az emberiség. Igen, nagyon érdekes. Úgyhogy csak mondom szülők, hogy amikor rászolsz a gyerek, hogy dezodorozzon, csak tudja róla, hogy ugyanezt gondolja. És amikor azt mondod, hogy egy puszit nem adok, akkor valószínűleg az áll a háttérben. Anya, büdös vagy. Hát meg én most már értem ebből az aspektusból, hogy hiába próbálom én nagy elánnal megölni gyereket, ha csak egy ilyen eléggé távolságtartó ölelést kapok vissza. Igen, de ez ugyanez, tehát ugyanez a folyamat, hogy akkor ugye a szexualitás, az egy gyerekkorban úgy éljük meg, hogy van egy titok, de még nem tudod, hogy mi az a titok. Van egy nagy titok. És rányítsz anyádékra. És például, de nyilván akkor megint ugyanazt vagyunk, hogy nem tudod, hogy mi történik, nem tudod hova tenni. És akkor elkezd a világ ebben a témában megmutatkozni, ugye most már jobban, mert a pornográfia sokkal jobban elérhető sajnos, mint mondjuk az én gyerekkorom. Nem is hallottam még róla. Csak hogy tudja, mitől kell megóvni a gyerekeket. És akkor... Ez is ugye ebben is keresi magát a fiú meg a lány, hogy ő most akkor már nem fiú, ugye belül most azt mondom el, hogy ők érzik, hogy belül már nem fiú, tehát nem az a kis pufok kis fiú, aki eljár foci edzésre, mert nem tudom, valami történik, és akkor azt se tudja hova tenni, és... Igen, az Omay Rózsának új funkciói derülnek ki. Igen, igen, és akkor ez a testi kontaktus, ezt se tudják hova tenni. Tehát, hogy nagyon zavarban vannak, nem tudják ők tudatosan, hogy csak ez egy belső, nem is tudom, indítatás, és akkor mi nem értjük. Hogy... De én azt is olvastam, meg ezt nagyon sok helyen hallottam, hogy igen, te úgy érzed, hogy a gyerek elveszít téged, vagy a gyerek eltávolodik tőled, de ugyanakkor az értékeitől, amit eddig adtál neki az életedben, azt viszi. Attól nem távolodik el. De ez nem látszik. Csak ez nem látszik. Igen. Ez nem látszik. Mert hogy egy csomó időszak van a kamasz életében, van a romantikus időszak. Ugye ez, és ez egyszerre történik, a romantikus időszak, mikor a szerelembe levésbe szerelmesek, és akkor az egy ilyen skizofrén állapot, hogy nem tudom én, arra nézett, és akkor... Visszaemojizett, visszalájkolt. Igen, vagy bekövetett, és vagy besértődött, nem tudom. És akkor van ugye emellett például a filozófikus időszak, hogy ki vagyok én, miért születtem ide, mire leszek képes, mire leszek alkalmas. És ezek mind kavarognak. Tehát a kamasz ezt nem éli meg azt a folyamatot, amit a szülő, mert a leválás a szülőnek ez konkrét, neki nem. Uh-huh. Tehát, hogy neki nagyon sok belső történése van, ami nem érzékelhető, csak a barátainak, amire vigyázz, hogy ne legyen érzékelhető, mert hogy mindig így... Mert ő autonómnak meg. Így van, tehát ez egy ereinte, ez egy csendes függetlenségi háború. És ahogy idősödik a kamasz... 1976-tól kezdődik ez a háború, igen, és tart egészen. És jó esetben lezáródik. És akkor derül ki, hogy az értékeink, amit felmutattunk, ami szerint éltünk, az ott van. De ez 20 éves kor körül. És ha azt mutattuk fel, akkor olyan lesz a gyerek. Hát, hogy a forradalmi időszak jó esetben lecseng, és akkor jön egy ilyen lecsendesültebb, kiegyensúlyozottabb időszak, és akkor jelennek meg azok az értékek, amik szerint éltünk, amit felmutattunk, amik nekünk fontosak voltak, de ebben minden. Egyébként tehát a kommunikációs stílusa is. Uh-huh. Úgyhogy... Csak hogy ezt szülőként, mert hogy rögtön az lenne a következő kérdés, hogy akkor mit tehet a szülő, és ezek tényleg olyan játszmák, ahol mind a két félnek az igazát érzed. Tehát amikor így van, a gyerek elmenne a barátnőjével bulizni,
anyuka meg azt mondja neki, hogy de nem, mert még itt halmozódik a vasalatlan ruha, meg a lakás nincs forporszív, az meg nem tudom, kislányom, te is vedd ki részt a dologból, és a szülő joggal érzi azt úgy, hogy ő már 10 éve gőrizik a gyerekért, és igen, itt az ideje, hogy a gyerek is kivegye a részét, abból, hogy az életünk kereteit fent tudjuk tartani, a gyerek meg joggal érzi azt, hogy miért nem hagyják őt békén, és miért nem csinálhat olyan dolgokat, amiket élvez, és nem olyat, amit rákényszerítenek, és csak képmutatásból kell megcsinálni. De a szomorú tény, vagy nem tudom, az, hogy egy szülő nem 15 évesen csöppen a gyerek életébe, hanem ez egy folyamat. Igen. És amikor a szülő azt gondolja, hogy ó, hát belefér, hogy ne pakoljon el maga után a vacsora befejeztével, akkor 15 évesen miért nem fér bele? Tehát érted a gondolkodásmód a kamaszba ez, hogy oké, eddig nem volt ez egy követelmény, most miért lett az? Plusz ugye ott van az is, hogy a gyerek nagyon szívesen csinál olyan dolgot, ami örömet meg flót okoz neki, és aminek látja értelmét, még akkor is, ha szabályokhoz van így kötve van, a dolog, tehát például a sport vagy az ember. Így van, így van. Tehát ott is szigorú betartandó szabályok vannak. Mégis szívesen csinálja, mert önként csinálja, és örömet okoz neki, szemben az olyan tevékenységekkel, amik nem okoznak örömet, például a tanulás vagy az otthoni házi munka. És én most a fiammal vízvezetéket szereltem hétvégén. Jaj, de szép. És nem minden nap szerelünk vízvezetéket, tehát ez nem egy ilyen hétköznapi unalmas. De ez egy férfias. Volt. Abszolút férfias, persze, meg ragasztott szilikonnal, a konyhapultba, mosogató medence. És ez Lego vízvezeték szerelés? Dehogy is, rendesen, igazi frankó. Elmentünk a vízvezeték, a szerelvényboltba venni még 40 mm-ről, 50 mm-es átalakít minden. És így láttam a gyereken egy ponton, hogy elkapja ez a dolog, és volt egy csomó olyan dolog, ami csak átsorgott, mert nem fért oda, de akkor is, hogy én nekem, ez, tehát amikor apa flow-ba van, tudod, hogy látta, hogy mennyivel jobb kedvem lesz, meg én is ott fütyörésztem, poénkodtam, nem tudom, és ez átragadt ő rá is, és azt láttam, hogy hiába egy ilyen fizikai, mechanikus munka, és látszólag alantas, és miért nem hívunk szerelőt, és nem tudom, pont egy ilyen elfoglaltságban találta meg aztán a gyerek is azt az örömet. Igen, de igen. Te voltál a karak, és ő volt a vuk, és elmentetek tást vadászni gyakorlatilag egy szuper közösségi programban, amitől nyilván meglátta, hogy hú, a falka vezér, biztos akkor így kell. Van, és végre apának is olyan szaga van, mint nekem. Tornacipőszak. Csak azért mondom, mert hogy azt is látom ugye a kamaszokon, hogy nagyon sokszor, nagyon sokféle munkát találnak értelmetlennek, alantasnak, kilátástalannak, és ezzel úgy, ahogy van, úgy amblok a munkavégzéstől való, vagy a munkavégzéshez való kedvüket el lehet venni. Holott mi most pont egy olyan munkát végeztünk, ami ilyen iparos munka, és pont ez a fizikai belemerülés okozott aztán rengeteg ilyen örömet, meg flow. Az nagyon fontos, azt el szoktam mondani szülőknek, hogy a gyerekek, de főleg a kamaszok figyelnek minket. Minden egyes apró mozdulatunkat. És ugye van egy úgynevezett szociális tanulás, tehát hogy nagyon sok dolgot, a fontos dolgokat így tanuljuk meg gyerekkorunkban a szüleinktől, hogy figyeljük, hogy hogyan beszélnek, hogy bizonyos helyzetekben hogyan működnek, hogy mit tartanak értékesnek, és mit tartanak értéketlennek. És a kamaszok ezt már tudatosabban művelik, és minden apró rezgését megérzik, meglátják az embereknek, a szüleiknek, és egy új jelentéstartalmat kap. És aki kamaszokkal dolgozik ilyen táborukban, azok pontosan tudják, hogy elsősorban úgy tudod bevonni, hogyha te magad is lelkes vagy. Hitelesen ott vagy ebben a dologban. Mert ha csak így mondod... Ez kémia órán nehéz. Egyrészt másrészt, hogy porszívózni nehéz úgy, hogy halálosan élvezem, és wow! És jöjjön velem, tartsa a porzsákot. De kémia órán nem. Mert hogyha van egy lelkes kémia tanár, aki belevállalós, és 14 éves gyerekekkel kísérletezik a kémia szertárban, akkor ezt átadhatja, hogy ez egy érdekes dolog, hogy nézzük meg, hogy mi történik, és az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Egyébként ez annyira igaz, amit mondasz, hogy emlékszem, hogy amikor én 8-os voltam, nekem volt egy nagyszerű biológia tanárnőm, és én akkor eldöntöttem, pont azt hiszem, hogy a felvilágosítást tartotta nekünk a 8. osztályban, szuper volt. És akkor én eldöntöttem, hogy én orvos leszek, ha törik, ha szakad,
És ő... Felvilágosítás hatására? Igen, igen. Tehát az olyan élmény volt, és emlékszem, hogy kuncogtak ott az osztálytárs, a fiú osztálytársam is, mindenki ilyen nagyon, nagyon pironkodva hallgatta, de valami annyira átszakadt ott bennem, hogy azt éreztem, hogy nekem az orvostudományhoz közön van. Ez egy nagyon jó, igen, pedagógus így van. Volt. Így van, így. Majd elmentem egy középiskolába, amit ő javasolt, nagyon szerettem, de mind a mai napig rémálmaim vannak sokszor különböző órák és érettségi kapcsán, de nagyon jó volt. És természetesen aztán nem lettem orvos, de minden esetre az a személyiség, van, ami igen. egy akkora élményt és motivációt ad, hogy lehet ezt jól csinálni, az ma nagyon nehéz, mert például hogyan mutatjuk meg a gyereknek, mondjuk egy fiúnak, hogy cseréljen az autóban izzót. Hát nem tud az apa sem, mert nem bírja leszedni hát a burkolatot azért. Gyakorlatilag. De a mobiltelefont sem tudja meg. Nincs már az, hogy úgy keresik a falban a fázist, mert egyébként már minden hogy szinte... igen, tehát, hogy... Hol nálunk van? Na. Gyere, forrasztunk. Előveszem van a forrasztópákát, van pákám, ónom, minden. Igen. Én azt gondolom, hogy van, meg kell találni. A pákát. Igen. Legyen ez egy ilyen ikonikus. Nem úgy kezdődött, hogy varázspálcát csiszolunk neki. Tehát azzal kezdődünk 6-7-8 évesen, hogy keresünk egy alkalmas kis fadarabot, és akkor körbe csiszoljuk, kifejezzük. Tehát innen indultunk, azt most az van, hogy gyere, drónt forrasztunk. Akkor megforrasztjuk helyzetet. És akkor látja azt, hogy nem kell kidobni valamit, hanem elég megforrasztani. De hát ugye én azt gondolom, hogy meg lehet találni, amiben közösen tudnak a család, vagy az apa, fia, anya, lánya így tapasztalatokat, élményeket szerezni. De azt kell mondjam, hogy ez kamaszkorban megint változik, mert azt érzi mondjuk az apuka, hogy együtt mentünk, mit tudom én, valamizni, és akkor kamasz mondja, mert hogy inkább a barátaival menne, mert az már ciki, és akkor minden apa jogosan meghökken, és belül ő is szomorú lesz, hogy mi történt, hova lett az én kisfiam. Tehát, hogy ezért, tehát, hogy visszatérve, hogy nem múlik el nyomtalanul, nem akkor csöppenünk a gyerek életében, és hogy ez később visszajön, mert hogy, az, és akkor 20 évesen, ha belenéz a tükörbe, és akkor azt mondod, hogy van a Karintinak egy novellája, Találkozásom egy fiatal emberrel. Hát de azt ígérted, hogy berepülő pilóta lesz. Igen, tudod, de hogy... És akkor 20 évesen azt látjuk, hogy egy csomó mindent átvettünk a szüleinktől, és akkor hova lett a forradalom? Hát jó, csak kivárni azt az időt, hogy viszont lássuk valahol magunkat abban a gyerekben. Nyilván az minden szülőnek abszolút. Ez nagyon... Így van, nagyon nehéz. Nagyon, így van, hogy nagyon-nagyon nehéz. De egyébként ilyen gyerekkel elköltött programban például szerintem ezért nagyon fontos mondjuk a közös nyaralás, vagy a közös síjelés, ami már régóta, tehát még gyerekkorukból hozzák, mert az nem egy ilyen dolog, hogy na fiam, akkor most akkor menjünk el bowlingozni, hanem az már eleve bennük egy jó élmény, igen. És hogy mit tudom, egy ilyen hosszú, fárasztó nap után ülünk, és esszük a császármorzsát, és hülyéskedünk, és nem tudom, és ha ez már 9 évesen is megvolt neki, akkor erre valószínűleg 15 évesen is be fog nevezni. Igen. Egyébként ez annyira igaz, emlékszem, mi is nagyon-nagyon sokat túráztunk a gyerekkel, és elérkezett az időszak, amikor ők az osztályával mentek túrázni. És hát az a gyerek, akit én látok, a saját gyerekünk, hogy jaj, már megint 5 kilométert kell menni, az körülbelül egy óra, elmegy a saját osztálytársaival túrázni az osztálykiránduláson, és egyrészt le van sokkolódva, hogy lehet srácok ilyen túraruhában jönni, hogy amiben nem tudsz túrázni, tehát átment a minta, másrészt meg 5 kilométer, hát az semmi srácok, hát az egy óra, mondja, okoskodik nekik, miközben otthon igen, meg, igen. Jaj, tehát átmegy ez, nagyon átmegy. A másik ilyen minta egyébként az, hogy ha bevalljuk magunknak, mint szülő, hogy azt gondoljuk, hogy jól ismerjük a gyerekünket, de igazából fogalmuk nincs, mert hogy az óvodában, ugye a saját korcsoportjában 4 évesen, 5 évesen már együtt mozognak, és lehet, hogy úgy működik, hogy nem biztos, hogy nem gondolnánk, vagy annyira radikálisan másképp, de mégis másképp működik. És a saját csoportjában is már, mint a kamaszok, hogy másképp működnek, és amikor meglátod őket,
egy ilyen áldott vagy áldatlan pillanatban, akkor szintén meghökkensz, hogy ez, akkor... Ez enyém? Igen, hogy így tud kommunikálni, igen. És akkor otthon miért nem? Igen. És akkor nagy hiba, amikor hazamentek, és mondod, láttam, hogy milyen szépen beszélgettél, itthon ezt miért nem tudod velem, meg kész vége. Az ott el is kapálódik, az a történet? A rögtön, és mélyre. Tehát rögtön is mérem a következő. Ez egy számonkérés, nem? Valami. Hát minden, bármi, de a következő az az, hogy akkor oké, akkor azt szeretném, hogy legközelebb negyedre értem, mikor hazajövünk a kirándulásból, hanem találkozunk a Batthyány téren 20 perc utazás után. Igen. Tehát érted, hogy akkor ott elszúrod. Uh-huh. Akkor varázslatnak vége. De visszatérve megint, tehát ott van minden, amit felmutattunk, de hogy titkosan ez működik is, de amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a munkánk gyümölcse megérett, az fiatal felnőtt kor. És akkor lehet egyébként beszélgetni a kamaszkor viharos forradalmi időszakáról, tehát előtte nem, és nem is szabad. Mert mindenki nagyon érintett benne. Nem szabad? Nem. Tehát, hogy az egy dolog, hogy nem prédikálok a gyereknek, nem, de hogy ne is próbáljak vele beszélgetni, hogy nem, mert mész hát. Így van. Mert hogy egyrészt nem tudod. Nem tudod. Egyrészt nem tudod. Vagy már elfelejtetted. Másrészt ő sem tudja megfogalmazni. Tehát, hogy nincsenek még meg a szavak ahhoz, hogy leírja az érzéseit. Ezek olyan bonyolult dolgok, és elárasztják őket. És pillanatról ugye beszéltünk arról, hogy a hormonháztartás megváltozik, hogy az érzelmi dolgokat az hordja, viszi a vérben, és nincsenek erre felkészülve. Tehát, hogy ezért szoktam erről is hosszasan beszélgetni a szülőkkel, hogy egy-egy ilyen vitánál olyanokat mondanak, ami borzalmasan fájó, mert látnak minket. Mondj egy példát, kérlek, most rögtön eszedbe jut, amit egy szülőnek mondasz, bármilyen konfliktus helyzetében. Ezt szoktam mondani, hogy próbáljuk azt meglátni, hogy ő is rosszul érzi magát, amikor elhagyja a szó a száját. Egyébként felnőttként is van ilyen, nem? Hogy azt mondod, persze. Úristen, ezt kimondta. Uh-huh. Vagy azt gondolod, hogy nekem ezt kellett, vagy azt kellett volna mondanom, és akkor ezt szorozd föl 100-zal, és nyomjál bele szteroidot. És utána... És közben még be van szorva a jövő miatt. Hát is. Abszolút. Ami miatt te felnőttként már nem van. Alapfeszültségek vannak, és akkor van egy konfliktus, amiben ő a függetlenségét megvédendő felemeli a hangját, és nem tudom, valamit mond indulatból, mert a vér elindul, és a hormonok a fiúknál 18-szoros a férfi a tesztoszt. Veszek tőle 8-at, tehát tényleg, tehát csak azért. Hogy érted, és akkor mond valamit, mert jól ismert téged, amit tudja, hogy, de nem ilyen tudatosan előre megtervezett módon, hanem feljön, és akkor bum, kész vagy. Olyankor azt fogom nekem mondani, hogy gyereki, játsszuk le. Gyereki, nem gyereki, egy fejjel nagyon vagy. Üdvözlöm a tesztoszteron. Vagy időre szereltek versenyben vízvezetéket. Ja, van, tőlem kaptad. Isten vencs az ilyen apától. Apától, bele van vésve. Az nagyon durva, hogy eleve látok ilyen tesztoszteron túlfűtött apukákat, és hogy akkor igen, gondolva ezt örökli a gyerek, és még ez a két egyéniség még össze is fog ütközni. Az a baj, a tesztoszteron túlfűtött apukák nem rakták le a kamaszkorukat. Igen. Vagy hogy ugyanez történik, ugye, hogy életfeladat a gyerek, önállóan működik már, nem kell annyi energiát és időt fecsülni. Egyébként párkapcsolatokban, házasságokban is ez fordulatot hoz. Hogyne? Mert akkor így van. Egymásra néznek, hogy aha. És akkor apukának lesz mondjuk több ideje, és akkor életkori válságban van ő is, csak a 45 körül, és akkor elmegy mondjuk konditerembe, csak ide gyúr, pocakra nem. Igen. És mert aztán csak ez látszik. És aztán SS pólóba elmegy a haverjaival a liget szórakozó helyre. És akkor a gyerek... Ez nekem egy szerdán. Túl jó ismersz, Attila. A titkos szerda. Az azt jelenti, hogy... Emlék Gekvartin vagyok egész nap. Van egy Ford Mustangom egy belvárosi garázsban. És akkor hangozzon. És akkor azt nem rakta le. És ezek a fontos dolgok, mert akkor a gyerek azt mondja, érted, hogy akkor már van rálátása a világra. Akkor és kritikus a szüleivel. És nagyon azt mondja, hogy ez ciki. Nem a ember. Tehát, és ez a durva, hogy nem az számít egy pillanatig sem, amit mondasz szülőként, hanem amit csinálsz. Így van. Hát ezt mondtam, hogy figyel, a kamaszok nagyon,
És akkor, ha nem vagy hiteles, ott derül ki, igen, hogy nem vagy hiteles. És ha prédikálsz, akkor véged van, mert akkor ha prédikálsz, a prédikációban nekem ez egy negatív dolog általában, mert nem biztos, hogy azt mondod, amit gondolsz, és nem biztos, hogy később úgy viselkedsz, ahogy beszéltél. Uh-huh. Igen. És ez egy nagyon fontos dolog. Hát azon igen, mert hogy persze, együtt élünk, persze, élünk velük, és akkor nem is mondja, de ilyen konfliktusokban mutatkozik meg. Tehát, hogy nem fog leülni, mert apa, gyere, beszélnünk kell. Tehát, hogy ez szerintem ez egy hiteltelen mondat volt, hanem a feszültség benne van, és akkor miért nem tudod visszavinni a vacsora után a tányérod, hogy puf, mint egy párkapcsolatban, igaz, hogy miért ide teszed a fogkefét, nem igaz, hogy nem tudod, nem arról van szó, hanem volt valami megoldatlan feszültség, és a kamaszban ugyanez, mert azért azt is lássuk be, hogy ki van szolgáltatva, mert hogy a szülei tartják el. És ez, igen, is ott van. Tehát, hogy azért a forradalom az egy ilyen visszafogottnak kell lennie. Hát meg ő is szenved, meg alapvetően van, ő is egyensúlyra törekszik. Így van, pontosan. Látszólag minden rebellió ellené, nem konfliktus kerül, hanem hogy egyrészt az autonómiáját akarja érvényesíteni, meg a felség területét ki akarja jelölni, de ugyanakkor ő nem akar rosszban lenni a szülővel. Tehát, hogy a gyerek is egy családi egyensúlyra törekszik. Így van. Minden így látszat van ellenére. Igen, igen, de hát ezt együtt kell megtalálják. Tehát egyedül a gyerek nem tudja, hogy most már jobban szedd össze magad, vagy szedje össze magát, mondja meg neki, hogy nem tudom, mi van, ami. És akkor kamaszok ugyanez. Tehát, hogy jó, de erre úgyis azt fogja mondani, hogy, mert mindenki befeszül ebbe, meg ez a tapasztalat, és ezért kell középen találkozni. És akkor például azt szoktam javasolni, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami valós probléma, azt próbáljuk megoldani, és nézzük meg, ami úgymond elengedhető. Tehát ilyen szokott lenni a rend a szobában. Ó, igen. Tehát, van-e annyira fontos a rend a szobában, ami egyébként egy kivetülés a gyerek belső állapotának, hogy állandó hadi állapot legyen köztünk. De ezt is csak a felnőttek gondolják így, hogy a tudat rendezettségének a kivetülése a környezetem rendezettsége. Nem, ez így van. Ez így van. De a gyerekben ez még nem. Ja, nem így van. De hogy nem így van, persze. Hát azért, mert hogy mert kupi van a szobájában, az nem lehet, hogy benne is persze kupi van, és attól nem lesz benne rend, hogy letakarítja. Így van, így van, így van. Én kinyitom a fűszeres fiókot, hát ne tudd meg, mi van benne. Becsukom, tök rendben van, mert kívülről az látszik, de hát igen, nem találja igen, meg igen, senki. De hogy ezeket igen érdemes így átgondolni, és akkor abban szoktam segíteni, hogy gondoljuk át ezeket a dolgokat. Igen. Hogy akkor... És ugyanakkor a gyerek fejében van egy csomó kötelezettség, és erről is szól a kamaszkor, hogy a társadalmi, meg szociális, meg mindenféle kötelezettségeit között megtanulsz súlyozni. És ha anyád egyik pillanatban azt mondja, hogy rakjál rendet a szobádba, a másik pillanatban azt, hogy miért nem ülsz le törít tanulni, a harmadik pillanatban azt, hogy miért van az előszobában minden szanaszét, akkor nem tudod, hogy hova kapjál, és eleged lesz anyádból, és azt mondod, hogy most éppen azt csinálom, amit 2 évvel ezelőtt mondtál, próbálom magam utolérni, amúgy se itt kéne lennem, hanem a barátaimmal. Tehát, hogy ezt meg kell tanulni a gyereknek, igen, hogy súlyozzon a kötelességek között, de jó, ha ebben a szülő is mutat némi önazonosság. Tehát ebben ezt el szoktam mondani a szülőknek, és én a látszat ellenére mindig velük vagyok, de tehát, hogy a tudatosság azért a szülők felé kell, hogy elvárás legyen. Nekem van itt egy olyan kérdésem, ami azért mondtam, és szándékosan mondtam, hogy a gyerek konfliktust is kerül, próbál elkerülni a szüleivel való együttélésben. Például, amikor nagyon erős egy nyomás a szülő részéről, valamit a szülő keresztül akar a gyereken vinni, vagy akár egyszerre sok mindent, igen, akkor természetesen előjönnek azok a történetek, hogy nekünk azt mondja, hogy igen, de egyébként valójában nem történt meg az, amit mi kértünk. Uh-huh. Tehát elindul a füllentés, a tötterötör. Igen. És hogy ez közben a szülőt egyébként megnyugtatja, hogy jaj, de jó, hát akkor... Egy darabig mindenképpen. Aztán elkezd kételkedni a szülő, hogy most akkor az tényleg úgy van, vagy nem úgy van. A gyerek megnyugszik, mert jaj, de jó, altatja most a szülőt egy ideig, most leszáll róla. Igen, így van, ez egy jó kifejezés. És aztán igen, megint kezdődik előről minden, miközben egyébként, hogy maradjunk a szoba rendbetételés példánál, én nagyon régóta nem szólok a
nem pakolok a gyerek szobájában, igen, igen. De néha még nem tudom megállni, hogy ne szóljak, aminek egyetlen egy praktikus oka van, hogy én szólok, hogy az ő szobájában mondjuk nagy a por, az, hogy van egy aggódás bennem, hogy akárhányszor látom lefeküdni a gyerekemet, igen, és igen, a paplant fölemeli, minden gyakorlatilag por. És egyrészt ez az egyik, a másrészt, de ez az ő dolga, a másrészt meg mi van akkor, ha sok bevitt étel után egyszer csak megjelenik a közös házunkban, a lakótérben az a nagyon helyes kis állat, ami egymás után jön és viszi a morzsát. Igen, igen. Hogy igen, hol igen. van az a határ, ahol a szülő... A határ, megmondom, hol van. Ott, hogy legyél mindig hiteles, és mindig nyíltan és érdemben kommunikáljad azt, amit érzel, meg azt, amit szeretnéd. Ez alapszabály. A másik, hogy minden szülőt bíztatok, hogy legyen következetes és határozott. Azt kell eldöntened, hogy miben. De ha neked nem fér bele racionális okok miatt, meg nem tudom én miért, hogy a szobában, mit tudom én, a használt ételek, vagy ottan fölgyülemjenek, mindegy, példa kedvéért, akkor középen kell találkozni. Tehát akkor van egy szabály a kommunikációban, hogy a kommunikációban az adónak, a helyzetnek és a vevőnek megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy megbeszéljünk dolgokat. Tehát, hogy van egy áldott pillanat, amikor mindenki nyugodt és türelmes, akkor leülünk, és akkor elmondjuk, hogy ezért meg ezért én nekem problémát okoz, hogy nincs rend, és akkor találjunk valamit, hogy lesz ott. Tehát, hogy hetente egyszer, most csak példa, hetente egyszer közösen rendet rakunk. Ez csomó üzenete van gesztusában, ami fontos egy kamasznak, hogy bevonod. Úgy érzi, hogy van döntése, beleszólása. Hogy a szobája, ami a saját élettere, nem nyomulsz be engedély nélkül. És akkor lehet találkozni középen, és a másik, hogyha bevonod, akkor felelőssé tehető, mert nem helyette döntesz, hanem azt mondod, hogy figyelj, megbeszéltük, te beleegyeztél, hogy ezt tartjuk együtt, én az én részemet vállaltam, nem piszkálnak azzal, hogy mikor rend lesz, hanem azt beszéltük, hogy vasárnap délután hetente együtt, és te most itt nem tudom, arcot vágsz, meg hisztizál, nem ezt beszéltük meg. Tehát, de hogy mindenképpen a szülő ne vonuljon vissza egy ilyen, nem tudom én, mibe, mert nem egészséges hosszú távon semmi esetre se. De hogy hitelesnek kell lenned, hogy érdemben is nyíltan kell kommunikáljál, és következetesnek és határozottnak kell lenni. Tehát ami nem fér bele, az nem fér bele, és visszajelzel. Ezt igen, hogy és azt is elmondhatjuk a gyereknek nyugodtan, hogy kamasz vagy, bármilyen érzés megengedett. Ja, abszolút. És természetes, igen. De nem bármilyen viselkedés. Így van, igen. Például. Tehát, hogy nyugodtan igen. Éld meg az érzéseid, beszélj az érzéseidről, így van, de azért így van, a társas igen, viselkedésben igen, igen, így van, így van, van egy igen, hatály. Igen, egyébként igen. Nálunk a rendrakással kapcsolatban az a nagyon érdekes, most volt legutóbb, illetve elég gyakran van, hogy hát tényleg ilyen őskáosz, tehát szerintem ott kitört a vulkán, ott volt tűzvész, tényleg valami csata volt, minden, és egyszer csak valamelyik nap iszonyatosan gyönyörű rend lett. De hogy élére volt hajtogatva, igen, még igen. Az oknik is gyakorlatilag így egymás mellett feküdtek az ágyon, és kérdeztem, hogy mit történt, és mondta, hogy hát itt volt a haverja, és akkor annyit írtam neki, ez a messengeren volt, hogy figyelj, nem jönne gyakrabban? És erre egy olyan röhögés emojit kaptam igen, vissza, igen, amitől igen, azt éreztem, hogy egyrészt jöhet, természetesen jöhetnek, másrészt meg persze az ember a szülőként elgondolkozik, hogy biztos a Gergő volt ott, de nem baj, nem baj. Hát ha más volt ott, akkor más miatt nagyon jó, hogy ott volt, rend van. Tök jó. Igen. A másik, ami eszembe jutott, talán érdemes róla beszélni, hogy mert említett, hogy a szülőnek határozott elképzelései vannak, hogy mit kéne, mit nem kéne a gyerekének, fiának, lányának tennie, hogyan kéne viselkednie, hogy akkora nagy lehet a nyomás, hogy a kamaszok vagy befele, vagy kifele menekülnek. Tehát a kifele menekülnek, az azt jelenti, hogy felcserélik a belső szabadságot, a fizikai szabadságot, és elkezdenek csavarogni. Ha befelé menekülnek, akkor egy ilyen nagyon melankolikus, depresszív tünetek is előfordulhatnak. Tehát, hogy a kamasz számára ez az irtozatos nyomás, ami neki irtozatos, megint mondom, az egy lehetetlen helyzet, amit ő nem tud kezelni, mert
hogy erőből kommunikálunk a szülők az adott esetben, és egy lehetséges választ keres, amiben ő megtalálja az egyensúlyát. Tehát, hogy ha otthon úgy érzi, hogy agyon nyomasztják, és nem tud levegőt venni, akkor ki fog lépni, és akkor elkezd csavarogni, akkor máshol alszik, akkor összejönnek olyanok, akik ugyanazokkal a nehézségekkel küzdenek, mert megértik egymást, és akkor ők azok, akik hangosan, nem tudom én, röhögve szívják a spanglit a játszótéren, a lakótelep nagy örömére. És mivel mindannyian kamaszok, ezért a prefrontális kortexe mindenkinek fejletlen, és nincs köztük valaki, aki negatív visszajelzést tudna. Mert aki és mi történik, ha valaki elmegy, és negatív visszajelzést ad, megkapja az újat. Igen. Jó esetben csak annyit. Igen, ez a Statue of Puberty, vagy nem csak Statue of Liberty kéne, ugye a szabadság szobor, hanem kéne egy Statue of Puberty, amelyik így áll. De olyan arccal. Most láttam egy kis videót, nagyon helyes, egy 6 éves gyerek ül az autóban, és viszi a szülője az óvodába, és azt hiszem, hogy amerikai a kisgyerek, és ül így a kocsiban, és kirakja az ablakon a kezét így, közben fújja a szél, és megy az óvodába, és hogy ez az ő napja. Igen. Gyakorlatilag mindenki. Igen. Na hát akkor kedves szülők, ezt a beszélgetést ezen a ponton hagyjuk abba, hogy jó. A kommunikáció legyen egyértelmű, hiteles és őszinte is következetes. Így van. És vicces. És tényleg egyébként, tehát, hogy azt a részt ne erőd. Jó, nem jó. Igen, mert apa vicc. Én inkább csak kezdek belenőni ebbe, és remélem, hogy a szakmámban ez nem fog tükröződni kifele, hogy otthon bad jokesból élek én is. És hogy fogod unni, amikor visszavágsz. Nem, most a kislányom mondta, hogy apa, ti akkor is szeretnétek engem, ha csúnya lennék? És mondta neki, hogy de hát csúnya vagy. És röhögött, mert tudja, hogy nem így van, de rájöttem, hogy ha elégszer mondanám neki, akkor 9 éves, úgyhogy még... Van még 4 év. Igen. Szerintem már csak 3, hogyha az anya természetét örök. Ott kell a leasinget szerintem abba hagyni, visszaadnia. Nem, van, lesz két bátyja, abba bízom. Ja, tényleg. Úgyhogy Rozgonyi Attilának köszönöm szépen. A beszélgetést jövő héten folytatjuk. Rozgonyi Attila magánpraxisába hogyan lehet bejelentkezni? Mindenütt ott vagyok, a Facebookon megtalálható vagyok, az Instagramon és a TikTokon, és ott minden fönn van. E-mail. Meg az utcán, bárhol. Igen, ha meglátnak. Igen, a szerkesztőségben, ha valaki. Ott, és akkor minden fönn van. Tehát e-mail cím, telefonszám, messengeren elérhető vagyok. Igen, és konzultációra tanácsadás. Akkor én szeretnék jönni. Göcsi Dorkának a Házastársas és Házastársas című produkcióját szintén megtaláljátok a Facebookon. De inkább munkatársas, mert munkatársas, a Házastársas az most készül. Miért mindig házastársasat mondok, nem tudom. Társas házas lesz majd egy ilyen kivitelezőknek. Jó magamra pedig a dumaszínház.1.hu-n tudtok jegyet venni. Köszönjük szépen, egy hét múlva folytatjuk a kamasz témával. Köszönöm szépen. Sziasztok. Köszönöm szépen.